Három értékesített büntetőjének köszönhetően a Videoton győzni tudott Debrecenben, így komoly előnnyel várhatja a negyeddöntő visszavágóját. 2-2 ellen jön előre a Videoton együttese, Felipe Oliveira. Na, 11-es. Hát akár már most azt mondhatjuk, hogy a mérkőzés egészét tekintve a visszavágót is döntő fontosságú pillanat következik. Arturo Álvarez belövi. Vezet a Videoton 1-0-ra idegenben. Oliveira újra el is lőheti, akár nem vállalja el. Most próbálkozik. Ez is 11-es. Hozzáért kézzel Morozov, másodszor ítél büntetőt a Videoton javára Andó Szabó Sándor. Ivanovszki végzi el. 31. perc. Gól. 2-0-ra vezet a Videoton. Mihelics be tud fordulni. Tisza, Joacel. Ott a helyzet. Jovanovics, ez is 11-es. Kezezés volt a Videotonnál is. A harmadik büntetőt fújja be az első félidőben Andó Szabó Sándor. Mihelics belövi. 2-1. Jovanovics most megléphet vele. Bejátsza középre a labdát. Itt sincs 11-es, megint kezezés reklamálnak a debreceniek baloglövése után. Vitrédi labdája, Jovanovics, ott a helyzet, Sidibe, 2-2. Az utolsó pillanatban kiegyenlít a Debrecen, és megvan az első akciógól a mérkőzésen. Hopp, kiüti a kapus, Verpec, de még mindig ott van. Ez is 11-es, hát nem tudom, hogy nem egy komoly ütemkéséssel esett el Pajács. Andó Szabó Sándor befújja a büntetőt. Fecesin berúgja. 3-2 a Videoton javára.